Az Európai Unió és az új tagállamok kölcsönös érdeke, hogy eltűnjenek a fejlődésbeli különbségek. Ezt mondta a magyar elnök a Visegrádi négyek csehországi államfői csúcs találkozója után. Áder János szerint ennek egyik feltétele az uniós források megőrzése. Közös érdeknek nevezte a biztonságot is. Az Európai Unió biztonsága döntően függ attól, hogy a Balkán biztonsága és stabilitása hogyan alakul. A vendéglátó cseh elnök sikeresnek ítélte a V4-ek munkáját. A csoport, mondta Milos Zeman, meghiúsította az úgynevezett migrációs kvótát, és nem támogatta Franz Timmermans biztosi kinevezését. A Brexitért mindkét felet felelősség terheli, folytatta Zeman. Az uniót, mert néhány irányelvével kiváltotta a lakosság haragját, a brit vezetést pedig azért, mert félrevezették állampolgáraikat azt állítva, hogy a kilépésből profitálni fognak. Örömmel jelentem be, hogy a jelenlevő elnökök egyhangulag támogatták Szerbia csatlakozását az Európai Unióhoz, és készen állnak maradéktalan pártfogására. A csúcsra a cseh, a szlovák, a lengyel és a magyar elnök mellett meghívták a szlovén és a szerb államfőt is.